reggeli füstjelek. Szeretettel köszöntök mindenkit, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nem tudom, hogy hallottunk-e az életben már emberektől ilyen gondolatot, ilyen megnyilvánulást, amikor sokan mondják azt, hogy hiszem, ha látom. Az Istenben hinnék, ha egyszer látnám. Ha egyszer valamilyen módon nyilvánvalóvá tenné az ő lényét az én számomra, szemeimmel megláthatnám őt, akkor hinnék. Nem tudom, hallottunk-e már ilyen megjegyzést emberektől. De gondolkodjunk azon, hogy vajon a látás az embert igazából hitre tudja-e vezetni. Gondoljuk végig, hogy a Biblia egészen mást mond a hitre jutásnak a folyamatáról, és a Biblia azt mutatja meg, hogy hitre jutni nem látás alapján lehet. Azaz, van, amikor látás is történik ilyen értelemben, bizonyos élethelyzetekben, majd mindjárt fogunk néhány gondolatot megemlíteni, de alapvetően a hit nem a látáson, a tapintáson, az érzékszerveinkkel való érzékeléstől függ, látástól, hallástól, tapintástól. Gondoljuk végig azt, hogy a mennyben Sátán és angyalai még a bűnbeesésük előtt az Istent közvetlen közelről látták, együtt éltek vele, őt szolgálták, tudták, hogy van. És mégis megtartotta ez őket? Sátán fellázadt, és az angyalok egyharmadát lázította fel Isten ellen. Gondoljunk arra, hogy itt a földön Izrael népe 40 évig vándorol a pusztában. Az Isten az ő jelenlétét nyilvánvalóvá tette elettük. Nappal a felhőoszlop, éjjel a tűzoszlop vezette őket. A Sínai hegyen hallották az Úr hangját, tehát az Isten lényéről kézzel fogható bizonyosságuk volt. Elvezette az egész népet, mindennek a látványa elvezette őket a hitre. Vagy gondoljunk Jézus földi életére. Az Isten fia volt itt a földön, a Messiás, a második isteni személy. Emberi formában, de nyilvánvalóvá vált, hogy ő emberfia és Istenfia is egyben. És mindenki elfogadta Jézust, mert látta őt, mert hallotta az ő hangját, az ő beszédét, látta a csodáit, mindenki elfogadta. Milyen kevesen fogadták el azok közül, az emberek közül. Igen, tehát egyértelművé teszi a Biblia, hogy önmagában a látás nem vezeti el embert a hitre. Nézzük meg, hogy Tamás, azt hiszem, hogy nagyon sokan ismerjük Tamásnak a történetét, Jézus egyik tanítványának a történetét. A feltámadás után nagyon sokan, sőt, senki nem hitte el, hogy Jézus feltámadt vasárnap reggel. Az asszonyok, akik az üres sírt látták, és találkoztak Jézussal is, és Jézus üzent a tanítványoknak, angyalok is üzentek, Jézus által mondott szavakat továbbították a tanítványoknak. A tanítványok nem hittek, nem hitték el, hogy Jézus feltámadt. És Jézus így vasárnap délután, a feltámadás délutánján megjelenik közöttük. Akkor is hitetlenkednek. És Jézus mondja nekik, hogy tapogassátok meg a kezemet, nézzétek meg, a léleknek nincs húsa és csontja, és nekem van. És akkor nagy nehezen elhitték, hogy Jézus feltámadt. Igen, de Tamás nem volt ekkor közöttük. És Tamásnak, amikor elmondták, hogy Jézus ott volt velük, és látták Jézust, és együtt voltak vele, Tamás mit mondott? Tamás a következőt mondta. Azt olvassuk az igében, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. Hiába tettek bizonyságot a többiek, rengeteg bizonysága volt a feltámadásnak,
Azt mondja, amíg ő kézzel foghatóan meg nem tapasztalja, addig nem hisz. Utána azt olvassuk, hogy Jézus 8 nap múlva ismét megjelenik a tanítványoknak, és akkor már Tamás is ott van közöttük, és akkor ugye elmondja Tamásnak, hogy hozd ide a kezedet, nézd meg, tapogasd meg sebb helyeimet. Tehát Jézus megengedi ugye, hogy érintse őt, és valóban megtapasztalja, amit szeretett volna megtapasztalni, és utána azt mondja Tamásnak, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Jézus mit mond? Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Akkor hogy lehet eljutni, ha nem a látás alapján, vagy nem kizárólag a látás alapján, sőt, miért mondja Jézus, boldogok azok, akik nem látnak és hisznek? Mert sokkal mélyebb hitre lehet úgy eljutni és meggyőződésre Isten lényéről, amikor nem a látáson van a hangsúly, hanem min? A megtapasztaláson. Amikor az életemben tapasztalom meg az ő jelenlétét, az ő segítségét. Amikor az égében olvasunk csodálatos történeteket, hogy az Isten hogy segített meg embereket, az embernek átforrósodik a szíve, átmelegedik a szíve, milyen csodálatos tapasztalat, az Isten milyen csodálatosan cselekedett ezzel vagy azzal az emberrel. Vagy amikor a mindennapi életben elmondjuk egymásnak az Istennel szerzett tapasztalatainkat, mennyire szép, mennyire csodálatos. De amikor mi magunk éljük át azt, hogy még szinte nyelvemen sem volt a szó, de az Isten már egészen értette azt, és válaszolt rá. Amikor egy nehéz helyzetben felfohászkodtam, egy reménytelennek tűnő élethelyzetben, az Isten olyan megoldást hozott az én életemben, és úgy segített meg, amire én még csak nem is gondoltam volna. Amikor az ember csüggett, és fáradt, vagy tanácstalan, és olvassuk az igét, hányszor tapasztaljuk és érezzük azt, hogy az Isten egy-egy igével megszólít bennünket. Szinte úgy érezzük, mintha itt állna mellettünk, és érezzük a szívünkben, lelkünkben, hogy ezt nekünk személyesen mondja. És ezek kitörölhetetlenek az ember életéből, és ezt senki elvenni az embertől nem tudja, azt a bizonyosságot, hogy ez nem a véletlen volt. Hányan mondják egy-egy ilyen élethelyzetre, amikor valami csodálatosan az Isten kegyelméből megoldódik, hogy hát persze, hát ez véletlen. De igen, a tapasztalatot átélő ember, aki tudja, hogy az Istenhez fordult, őt kérte segítségül, őt hívta segítségül, a dolgok nem véletlenek, hanem az Isten keze volt az, aki segített, megerősített, megtámogatott, és abban az élethelyzetben megoldást mutatott az én számomra. Igen, ezek azok a láthatatlan bizonyságok, olyan értelemben, hogy nem tapintható kézzel, de az eseményekben, a szívünk állapotában, hogy az Isten megvigasztal, tanácsot ad, megerősít. Igen, ezek a vele szerzett tapasztalatok olyan hitre tudják az embert elvezetni, ami megingathatatlan. Igen, az ember megtapasztalja azt, hogy az Isten igéje igaz, hogy az Isten, amit mondott az ő igéjében, az én életemben is valóság. És ezért mondja Jézus azt, hogy boldogok azok, akik nem látnak, de hisznek. És ez a hit összeköt az Istennel, elszakíthatatlan kötelékkel. És ennek a hitnek hatalmas jutalma lesz. Mert ennek a hitnek majd Jézus eljövetelekor az lesz a jutalma, hogy már nem csak nem látunk, és hiszünk, teljes szívvel hiszünk, hanem akkor majd színről színre fogjuk azt a valakit látni, akit ebben a földi életben úgy követtünk, úgy szerettünk, és úgy bíztunk benne, hogy nem láttuk.